Megérkezett a Zack Snyder, az Igazság Ligája, avagy a 2017-es DC film rendezői változatának legújabb előzetese. Újabb betekintést nyújt fel ezzel abba a 4 órás eposzba, amit Zack Snyder hosszú évek után végre tető alá hozhat, és ami lezárja végre a legendás Snyder Cut útját is. Hogy a végeredmény milyen is lesz, arra hamarosan fény derül. Azt viszont ugye már ti is felfogtátok, hogy milyen piszok sokan lesznek ebben a filmben. Vegyünk ki sorra minden lehetséges résztvevőt, jöjjenek tehát a rendezői változat legfontosabb karakterei. Szóval, nyilván itt lesz velünk a Liga, egyrészt tehát Superman, aki már fekete jelmezét is megvillantja a nagy érdeműnek, valamint Batman is, aki meg elvileg elejt egy káromkodást is a filmben, ami részben emiatt, részben meg erőszakosabb jelenetei révén kapott magasabb korhatárbesorolást. Diana Prince, azaz Wonder Woman is itt lesz fáklyával a kezében, hogy rávilágítson a sötét múltra, de visszatér Cyborg is. Bár megformálója, Ray Fisher a valóságban épp a Warner Bros. Stúdióval való csatározása közben bukta a szerepet a készülő Flash moziban, itt most nagyon is nála a labda. Apropó Flash, nyilván Barry Allen is megpróbálja valahogy végigrohanni azt a röpke 4 órát, ahogy Aquaman is ugyanúgy fog lubickolni a CGI bugyraiban, mint korábban. A mozi változat szereplői közül természetesen visszatér Lois Lane is, ahogy Lex Luthor hangja is több ízben körbelengte már a film előzeteseit, szóval vele is okvetlenül számoljunk. The God is dead. És ha már Lex, ne feledjük a mozikban csupán a stáblisták után színe elé vonult Deathstroke-ot sem, meg annak vadiúj gúnyáját, amit állítólag a Batman-Superman ellenben is látott Nightmare rémálom jelenet folytatásában csodálhatunk majd meg. A Nightmare legizgalmasabb figurája viszont mégis az a Joker lesz, akit újfent Jared Leto alakít, immár kevesebb tetkóval, és aki Snyder szerint azért kap egy utólag lehetőséget, mert mindenképp szerette volna őt és Batman-t szembeállítani egymással. Ja, és ez megvan, hogy még egy mémet is a szájába adtak? We live in a society. Főgenyánk Steppenwolf közben festüsi sérót kapott, meg egy még nála is nagyobb főbb genyát, Darkseidot, aki talán a rendezői változat legfontosabb hozadéka. Elvégre az istenséget a mozi változatból jóformán kivágták. Csatlósai sorai közt megtaláljuk majd nem csak fő kínzó mesterét, Deathseidot, de ízé a nagyanyó istent, valódi nevén Granny Goodness-t is. A képregényekben ő nem csak hogy árvaházban neveli az újabb gonosz nemzedéket, de az apokalipszis bolygón női harcosait is ő vezeti, szóval csak óvatosan a nagyival. Egy kicsit kanyarodjunk most el a gonoszoktól, mert még a végén magunkba zuhanunk. A ligához közeli szereplők közt ne felejtsük el egyrészt Martha Kentet, másrészt halott férjét, Jonathan Kentet sem, az utóbbit már csak azért sem, mert hallhatjuk hangját az előzetesben, szóval simán lehet, hogy egy visszaemlékezés erejéig őt is viszont láthatjuk. Amíg az Amazonok részéről Diana anyja Hippolyté lép porondra, addig az atlantiszi tábor is hathatósan képviselteti magát Mira, illetőleg Vulko személyében. Némi háborús flashback erejéig viszont jó eséllyel Antiope, Atlan, Ares, Artemis és Zeus is felvonultatja magát az apokalipszis hordái ellen. Isten ilyen hangzik, ugye? Ami Flash-t illeti, ő most is találkozik majd börtönben dekkoló apjával, Harry Allennel, akit hamisan vádolnak felesége meggyilkolásával, valamint a hős képregénybeli szerelmével, az előzetesekben is megmentett Iris West-tel. A sötét lovak sajna ugyebár nem bír ilyen széles hozzátartozói körrel, de azért Alfred most is ott segít majd ahol csak tud, ahogy a J.K. Simmons féle Gordon felügyelő is, hogy aztán az új Batman filmben őt Jeffrey Wright, Alfredet Andy Serkis, Bruce Wayne-t meg Robert Pattinson játssz el. De ez most mindegy is. I'm vengeance. Cyborg eredet történetéből, mint ismeretes, elég serényen sikerült vagdosni a mozi változatban. Snyder verziójában nem csak neki, de apjának, Silasnak is több játékidő jut, sőt, anyját, Elinor Stone-t is megpillanthatjuk majd fia meccsének lelátóján, viszont lélekben arra készüljetek, hogy egyikükre sem vár túl fényes jövő. Megismerhetjük majd továbbá a mozi filmből kivágott Ryan Choi-t, azaz Silas tudós társát is Zenká játékában. A professzor a képregényekben nem más, mint a zsugorodni képes hős, atomjelmezét is magára ölti, ezért is olyan izgalmas a felbukkanása. Pont úgy, hogy az alakváltó Marsh Bailey fejvadászé is, aki az acélemberben még Kevin Swenwick tábornokként álcázta magát, most viszont már elvileg valódi külsejét is megmutatja.
Végezetül pedig jöjjön némi találgatás, hiszen jó esély van arra, hogy így vagy úgy, de zöld lámpás is lesz a filmben. Hogy itt csupán a mozifilmben pár másodperccel látott Yalan Gurról lesz a szó, vagy Snyder utalgatásához híven egy másik tag is tiszteletét teszi, az nagyon jó kérdés. Ahogy az is, hogy az ígéretekhez híven vajon tényleg kitérnek-e részletesebben Dick Grayson, azaz Robin halálára is. Mert hát még vele kapcsolatban is igazságot kell szolgáltatni, nem de? Ez volt tehát a Zack Snyder, az igazság ligája összes fontosabb karaktere. Premier március 18-án az HBO Max streaming szolgáltatón, illetve a világpremierrel egy időben a hazai HBO Go-n is, ahol biztosan magyar felirattal debütál a darab. Ti várjátok a filmet? Számoltak esetleg további meglepetés szereplőkkel is? Írjátok meg kommentben, ha pedig tetszett a videó, akkor vegyétek kezelésbe a like és a feliratkozás gombokat, valamint a csengőt is, így a jövőben egyetlen videónkról sem fogtok lemaradni. Hamarosan újra találkozunk! Addig is legyetek jók, sziasztok!